van szüksége egy digitális arcnak, tartalomgyártónak egy M1-re, M1 Max, M1 Ultrára? Rólad beszélek, meg rólam, rólunk. Kell 10-20 kóros CPU, kell 32-64 kóros GPU, több média encoder, 64 vagy 128 GB RAM. Egy jó ideje használom már a 16-szolos MacBook Pro M1 Maxot, ami ki van maxolva, ugye tavaly 2021-ben lett bemutatva, és hát el kell, hogy mondjam, hogy életemben ez a legdurvább komputer, amit valaha használtam. Imádom. Ez az erő, ó, te jó ég. Igazi, használatbeli, valós életbeli példákat fogok mutatni olyan dolgokba, ami a 20.000 dolláros Mac Pro-t is megveri néhány aspektusból. Szerencsére ezek pont olyan aspektusok, ami az én konkrét munkámra, videóvágás, multitaskolásra vonatkozik. De hogy mik ezek pontosak? Nézd végig a videót, és ki fog derülni. Ha olyan szoftvereket használsz, mint Lightroom, Photoshop, Final Cut, Logic Pro, pluginekkel, színkorrekciókat csinálsz, motion blurt, átmeneteket, egyszerűen nehéz és baromi drága volt egy számítógép, ami mindezt egyszerűen fennakadás nélkül, a kis strandratla nélkül meg tudta oldani. Eddig. Úgyhogy tényleg maradja végig, mert meg fogom mutatni, hogy Final Cut Pro-n belül Motion VFX-el, Color Finale és pluginekkel hogy működik mind az editálás és a render. Vissza a kérdéshez. Habár mindig bennem van az az instant get érzés, amikor megnézek egy Apple eseményt, hogy úristen, ez de jó és kell nekem, a válasz az mégsem olyan egyszerű. El fogom neked mondani a jót és a rosszat is, mert akármennyire durva, nyilván semmi sem tökéletes, és ebben is vannak rossz dolgok, de ha már rossz dolgok, a rossz hírem az az neked, hogy a kedvenc válaszomat tudom adni most is. Attól függ. Mert a döntés az nehezebb, mint gondolnánk. Rengeteg faktoron múlik, és csak is te tudod eldönteni, hogy mi érték számodra, és mi nem. Olyan faktorokra gondolok, amikre sokszor nem is gondolnánk, és egy ilyen felfedezésemet nyilván a videó végén fogom elmondani, úgyhogy érdemes, hogy megnézd a végéig, hogyha érdekel ez a téma. De előtte jöjjön az intro. Ha most találkoztunk először, engedd meg, hogy bemutassam magam, így jobban érteni fogod, hogy milyen aspektusból mutatom be a MacBook Pro-t, és mit értek nagyon durva használat alatt. Szántó Petinek hívnak, szia, örülök, hogy találkoztunk. Budapesten születtem, nőttem fel, de rengeteg felé éltem, dolgoztam, tanultam a világban. Az Egyesült Államoktól, Los Angeles-től kezdve Olaszország, Spanyolország, Németország. Volt egy digitális ügynökségem 7 évig, abból lett egy startup. Ami még egy fontos dolog, hogy gimis korom óta rá vagyok kattanva a kreatív dolgokra, főleg a fotózásra. Olyan 4-5 évvel ezelőtt indult el a YouTube-os karrierem. Ugye ez az az időszak volt, a kb. Aranykorszak, amikor Casey Neistat napi vlogokat csinált, aztán megjelent Peter McKinnon, és egyre jobban azt vettem észre, hogy az apró, de mégis fontos részletek érdekelnek, és csak egyre-egyre jobban szerelembe estem magának a kreálásnak a folyamatával. Azok az apróságok, mint hogy milyen a hangminőség, milyen hangeffektek, átmenetek, blőrözések, drónok, bármi, amik vannak. Nyilván először én is, mint a legtöbben a telefonommal kezdtem el, és utána a nagy sikernek örvendő Panasonic GH5-re váltottam, amit követett a mostani álomgépem, a Sony A7S3. De van DJI gimbalom, slidereim, nagyon sok fényem, mikrofonjaim is. Remélem, hogy egy percig semmilyen nadzolásnak veszed ezeket, csak arra szeretnék rámutatni, hogy ezek nagyon drága eszközök, és még drágább az óriási fájlokat, amik ezekből kijönnek, tárolni. És nem csak tárolni, hanem feldolgozni őket, editálni. Nagyon-nagyon nehéz. Az első MacBookom pedig 2006-ban az első Intel-es MacBook volt, és azóta ebben az ökoszisztémában vagyok. Ez vagyok én. De mi a te sztorid? Nagyon szívesen olvasnék róla a kommentbe, úgyhogy ha van kedved egy pár sorba, oszd meg.
Most pedig ezt a hosszú sztorit rövidítsük le, amennyire csak lehet, jó, hát nem volt eddig sem annyira rövid, de semmelyik nagyon erősre kimaxolt Intel-es MacBook Pro-m nem volt képes a H265-ös 10 bites 422-es log fájlokat kezelni az A7-es 3-ról. Amikor átváltottam az M1-es MacBook Pro-ra a 13-asra, akkor legalább a proxiktól el tudtam köszönni, de még mindig, amikor ilyen 100-120 FPS-es klippeket egymásra tettem, és ráraktam színkorrekciókat, plugineket, feliratokat, megjelent a strandlabda. Újra proxiznom kellett. Viszont most ez megszűnt. Nagyon remélem, hogy örökre. És most így a videó közepén hadd mondjam el azt, amit általában a végére szoktam hagyni, a döntést. Ha elég sokat fektettél a tanulásba, rengeteg pénzt költöttél különböző drága eszközökre, és értékes számodra a saját időd, vagy csak idegesít, hogyha bármi kizökkent abból a flowból, hogyha lassú a kompjútered, akkor minden pénzt megér az, hogy a megfelelő eszközt tud használni. Persze én is vehettem volna 20 ezer dollárért Mac Pro-t, azt a Mac Pro-t, amit amúgy most sok dologban az M1 Max meg az M1 Ultra már odaver és sokkal jobb nála, de igen, számomra ennyit nem ért meg. De ma egy olyan világban élünk, és egy olyan technológia, ilyen hockey stick megy fel, hogy azok az eszközök, amik eddig baromi drágák voltak és elérhetetlenek, most itt áll rendelkezésünkre. Vegyük csak a Sony A7S3-at, vagy ezt az M1 Max-os MacBook Pro-t, egy ilyen szintű gépet régen tényleg nagyon sok millió forintért, hanem 10 milliókért tudtál megkapni. De most ez elérhető, és még ez is nagyon sok pénz, félre ne értsd, de elérhető pár millió forintért, tehát hogy tized annyiért, és hogyha valaki ilyet szeretne, magának ilyen minőségen szeretne dolgozni, és van egy olyan felvevő piaca, akik erre reagálnak és kifizetik az árát, akkor most szerintem ez egy no-brainer, nagyon megéri, és pontosan ez az, amiért úgy gondolom, hogy ha a fenti indokok, az időd értéke, ezzel foglalkozol, vissza fogod tudni keresni a pénzt, akkor az, amit spórolsz, bár erről még fogok valamit mondani, hogy az idő mennyire relatív, de ezek miatt éri meg ez az eszköz. Tényleg csak a saját képzeletünk szab határt annak, hogy mit alkotunk. Ez az én véleményem, de hogy jobban el tud dönteni, hogy az M1 Max vagy Ultra az, ami neked való, hadd mondjam el, hogy én mi alapján választottam, milyen munkafolyamatokra használom, és mi volt az a konkrét setup a CTO MacBook Pro-nak, amit én használok, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó döntés. Biztos, hogy már 1000 videót megnéztél és ismered a specifikációt, de vegyük át gyorsan. Van ugye 14 és 16 szolos verzió, 880 ezer forinttól egészen 2,5 millióig tudod magadnak konfigurálni, attól függ, hogy 14 vagy 16 M1 Pro-t 16 kóros GPU-val, 200 gigabit per szekes memóriával, egy vagy több videó encoderrel, decoderrel, vagy az M1 Max-ot 24 vagy 32 korral, 400 gigabites memóriával, dupla encoderekkel, decoderekkel, és egészen 64 GB-os memóriáig, 8 TB-os Winchester SSD-ig tudod konfigurálni. Az enyém a 16 szolosra esett, egyrészt szeretem a nagyobb kijelzőt, és azt olvastam, láttam, hogy a 16-os, a 14-esnél, ha bár ugyanazt bele tudjuk rakni, valamivel jobban teljesít. A másik pedig, hogy 1 terabájtos SSD-vel vettem, mert nem éreztem úgy, hogy a 400 vagy akár 1000 eurós extra megéri nekem, hiszen vannak külső vinyóim, például a baromi gyors Samsung X5-ös, ami még 1 terabájtot ad, nekem ez teljesen elegendő, és ugye más gépeken is fogom tudni használni. Az egyetlen dolog, amit változtattam, az az, hogy a 32 helyett 64 gigaramot tetettem bele, mert úgy gondolom, hogy ha több dolgot multitaskba használok, jó az, hogyha van, és ezáltal ugye future-proofolom magam, ami azt jelenti, hogy a jövőben sem lesz gondom, ahogyha mondjuk kamerát váltok, vagy mondjuk nagyobb igénye lesz valamilyen programnak. Beszéljünk azokról, amiket imádok, kezdve a dizájnnal.
Imádom, hogy az Apple volt annyira önazonos, és belátta azt, hogy old school-ba kell menni, és visszahozta a portokat. 4 USB-C, HDMI és a MagSafe. Visszahozta a MagSafe-et, amiről fogunk beszélni egy pillanat múlva, de van SD kártyaszlot is. Minden tartalomgyártónak szüksége van SD kártyára, és ez a dongle meg külső eszközök egyszerűen csak bonyolult és felesleges. Valamint ott van még az ilyen kis boxosabb, szögletesebb dizájn, imádom. Ugyanúgy, ahogy a kijelzőjét is. Ez a mini LED kijelző a legszebb, amit valaha láttam. Ugyanaz a technológia van benne, mint a 2 millió forintos Pro Display XDR-ban, a feketék egyszerűen feketék, 1000 nites fényereje van, és hogyha HDR-ben nézünk, akkor 1600-ig felmegy. Ugyanúgy benne van az a 120 Hz-es frissítési gyakoriságú adaptív technológia, ami alkalmazkodik az adott tartalomnak a mozgásához. Egyszerűen fantasztikus, gyönyörűen néz ki. Egyetlen kis apróság a Pro Display kapcsán, hogy néha a fehér körül, ha feketén van, egy ilyen kis gloss körülötte ilyen fehér valami megjelenik, de alig látható. És akkor most beszéljünk a aksiról. Az akkumulátor. Imádtam már az M1-es MacBook Pro-mban, az iPhone 13-asamban, simán egy napot kibír. Tényleg, nagyon egyszerűen, de ez az erőgép, az M1 Max, teljes erőn tud egy napot vinni, úgyhogy nem is kell aggódnom attól, hogy lemerül. Ott van még nyilván a trackpad és a billentyű is, és szerintem ez a keyboard az egyik legjobb, nekem a kedvencem, már évek óta nagyon jó minőségű billentyűzeteket rak bele, meg gyárt az Apple, nagyon szeretek rajta gépelni, dolgozni, habár ugye van ez a fekete háttér, amit változtattak design szempontból, ami nekem a bejelentésnél meg először annyira nem tetszett, de ahogy elkezdtem használni, ezt is nagyon imádom. MagSafe. Visszahozták a MagSafe-et. Hiányoztál, jó, hogy itt vagy, köszönöm szépen. Ha neked is hiányzott, akkor nyomj egy lájkot. Persze nagyon jó volt az, hogy a MacBookokat USB-c-n keresztül tudtok tölteni, pontosabban ugye Thunderbolt porton keresztül, és nem kellett egy külön MagSafe-es csatlakozó. Szóval most, hogy visszajött a MagSafe, most is lehet így tölteni. Nem feltétlen kell a MagSafe-et használnod, tehát amikor az itthoni home stúdiómban, amiről amúgy van egy videó, használom, akkor csak Thunderbolton keresztül összekötöm, és már mindennel kommunikál, és egyben lehet tölteni is. Ha pedig bárhova elmegyek, és valamiért nem elég az a egy napnyi bő energia, amit tud biztosítani ez az óriási akkumulátor, akkor magammal viszem a MagSafe-et, és használom azt. És most a negatívak. Nem foglak húzni a videó végéig, és mindenféle csűrés, csavarás beletenni, hanem csapjunk is a közepébe. Egy dolgot kihagytam a pozitív oldalról, a design kapcsán, ami a notch. Ugye, hogy belevágtak egy kis dolgot a kijelzőbe, mert szerintem arra számítottál, hogyha végignézed ezt a videót, hogy ezt negatívnak fogom említeni, de nem. Hadd magyarázzam el. Mert az Apple nem kisebbé tette azt az elérhető területet, ami van a monitoron, a kijelzőn, hanem feljebb hozta, az a kis fekete sáv lett sokkal vékonyabb, és ezáltal pont annyival hozta feljebb, mint a felső menüsávja a macOS-nek. Tehát így igazából extra részt kaphattunk a képernyőn, mert már nem foglalja el ugye lentebb a menüsáv. Én amúgy is dark módba használom a macOS-t, tehát észre se veszem, hogy ott van a notch. Ha pedig teljes felbontásba, vagy ugye kiteszem teljes képernyőre az adott programot, akkor meg amúgy is lejjebb van. Ha pedig már notch, beszéljünk a kameráról. Annyira jó, hogy már 1080p-s Full HD-s és ezt a régi, rossz 720p-s kamerát kiszedték. Imádom. A másik dolog pedig, ami nagyon durva, az a hangzás. Nekem az otthoni stúdiómban, a stúdiómonitorjaim vannak nagyon minőségű jó minőségű hangfalak. Nem mondom, hogy olyan szintet biztosít, de nagyon-nagyon-nagyon jók. Amiről viszont több embert hallottam, hogy panaszkodik, az az, hogyha külső monitorral használjuk a MacBookot. Ugyanis, hogyha össze van csukva, és csak a külső monitoron használom, velem is előfordul az, hogy nem ébred fel a gép.
lehet, hogy ez az LG monitorom miatt van, de konkrétan az a folyamat, hogyha nem ébred fel, hogy a 12-szauszos kis dokkolomból ki kell vennem a MacBookot, kinyitnom, elindítanom, érzékeli a kijelző, visszacsukom a gépet, utána elsötétedik a monitor, észreveszi, hogy külön kéne, hogy működjön, vissza kell raknom a notebookot, és akkor, hála az égnek, működik. Nyilván nem a világ vége, és nem egy óriási probléma, de hogyha ez minden nap megtörténik, akkor idegesítő, főleg, hogyha ilyen összeget, ilyen drága árat fizetünk érte. Feltehetőleg ez nem hardveres probléma, és egy jövőbeni macOS-es frissítéssel megoldják, de addig ez például egy zavaró dolog. Ugyanúgy, ahogy a másik zavaró dolog, az is csatlakozási dolog, a külső merevlemezekkel. Van kettő Western Digital 20 terabájtos Duo-m, amit egy dockon keresztül csatlakoztatok a MacBook Pro-hoz, és amikor bekapcsolom, akkor teljesen jól működik. De hogyha alszik a gép, és abból felébred, működik a monitor minden, néha nem ébred fel a külső merevlemez, vagy van olyan, hogy akár perceket kell rá várni. De hiába van ez az új funkció a Mojave-ben, ugye az új macOS-ben, hogy amikor nem használjuk, akkor alvó funkcióba rakja a külső merevlemezeket is, de hát hogyha használom, akkor meg fel kéne, hogy ébressze azt. Azért ez egy ilyen bekapcsolható funkció, megnéztem úgy is, hogyha kikapcsolom ezt a funkciót, és ez a probléma ugyanúgy jelen van. Biztosan, hogy egy szoftveres probléma, és reméljük, hogy egy következő update-ben ezt meg fogják oldani. Csak tudod, ez olyan furcsa dolog, mert az egyik oldalon az M1 Max-os MacBook Pro a legdurvább, erősebb komputer, amit valaha használtam. De mégis ezek a úgy, ahogy picinek tűnő problémák, idegesítőek. És itt mondom el azt a pontot, amit a videó elején is említettem, hogy annak ellen, hogy baromi gyorsan, fennakadás nélkül tudok editálni, amikor ezekkel kell nekem bajlódnom, azon 20%-ot is elvesz, és akkor már amit nyerek idő, meg nem, ugye itt van egy nehéz döntés, úgyhogy Apple, kérlek, frissítsd, fixáld, old meg. Ha veled is történt ilyen, akkor kérlek írd meg a komment szekcióban. De menjünk tovább, hogy milyen élmény az, amikor konkrétan, valós életben használom ezt a szörnyeteget, ezt a monstrumot, főleg az M1-es MacBook Pro-mhoz összehasonlítva. Nyilván az erő, az a óriási nyers erő, amit tud hozni ez a gép. Soha nem tudtam a multitaskokkal, a durva, kreatív appokkal a maxra járatni, sem a CPU-t, sem a GPU-t. Imádom, hogy nem kell optimalizálásra gondolnom, és mindent egyből megcsinál. Értem ez alatt, hogy a mindennapos multitaskolásokkal, appokkal, böngésző, rengeteg tabbal, YouTube, e-mail, Word, Keynote, kalendár, Notion, mind meg van nyitva bármi, amire gondolsz, és ezek felett, hogyha éppen mondjuk egy videóvágás közepén vagyok Final Cut Pro-ban, de közben zenélgetni szeretnék Logic Pro-ban, és ez alatt úgy gondolom, hogy én Lightroom-ban vagy Photoshop-ban fotókat szeretnék editálni, az összes nagy, nehéz fájljaimat, pluginjaimat simán kezeli egyből pillanatok alatt átvált rajta. Hadd mutassak meg egy konkrét, valós életben való projektet. Ez Final Cut Pro-ban van, és az A7S 3-ról, ahogy már ugye mondtam, az S-Log 422 10 bites H265-ös nehéz kodekekben egymáson vannak ezek a fájlok. Lassított, mert 100 fps gyorsítás, transition van rajta, színkorrekciók, motion VFX, color finale, minden ezzel gyönyörűen működik. Nem csak sokkal gyorsabb az export, de nézd meg, most ide rakom a kijelzőre, hogy milyen durván más a különbség, amikor mondjuk a M1-es MacBookon próbálok editálni, és hogy szaggat, áll meg, nem jó frame perszekbe mutatja, vagy semmit nem érzek, és olyan, mint hogyha egy 10 évvel ezelőtti kis videót nézegetnék, annyira durván tolja az M1 Max MacBook Pro. A
hogy látod, ezen a MacBook Pro-n multikamera nézetek vannak, több klip egymáson, compound klippek, többszintű kolorkorrekció, kolorfinále, motion VFX átmeneteket használok, Pixel Film Studios-nak a stabilizátorát és a beépített stabilizátort. Az összehasonlítás kedvéért itt van a renderidő az M1 és az M1 Max között. Hát az M1 Max szétveri. És pontosan itt szeretnék beszélni az új Mac Studio-ról és az M1 Ultra-ról. Ha nem valami nagyon durva 3D animációs, blenderes dologgal foglalkozol, konkrétan szó szerint lehetetlen ennél jobb időt kapni. Még a high efficiency fájlokkal, a H265-ösökkel nagyon gyorsan lehet editálni rajta, és annyira durván gyors az M1 Max a vágással, a multitask dolgokkal, hogy az Ultra egyszerűen nem tud annyival többet adni, és tényleg ez a tökéletes arany középút. Még azt is merném mondani, hogy lehet, hogy az M1 Pro csak 32 giga RAM-mal is bőven elég, és ugyanúgy megkapod ezt a végtelen erőt még olcsóbban is. A másik dolog, amit érdemes átgondolni, hogy mennyire fontos számodra a hordozhatóság. Mert hogyha legtöbbször így egy ilyen otthoni home office setupba dolgozol, akkor az alap Mac Studio is elég neked, azért használtam így a kis idézőjeleket, mert az alap Mac Studio az ugyanaz, mint ez a kimaxolt MacBook Pro, kivéve az 1 terabájtot vagy 0,5 terabájttal, de konkrétan mégis fél áron megkaphatod egy asztali gépben azt az erőt, amit, hogyha lemondasz a hordozhatóságról, azt az erőt megkaphatod, amit egy kétszer olyan drága MacBookban, notebookban. Nagyon-nagyon durva. Szóval, hogyha a hordozhatóság nem fontos neked, akár gondolkozz el ezen. Még egy benchmarkról beszéljünk, megnéztem, hogy Logic Pro-ban több mint 90 tracket tudsz pluginekkel együtt használni, és teljesen jól működik, de hát ki használna 90 tracket? Végső gondolatokat beszéljük át. Nagyon szeretem azokat az eszközöket, amik évről évre egy minőségi fejlődést hoznak az életemben, és egyúttal future-proofolnak, biztosítja azt, hogy a jövőben sem fogok beleakadni bármiben. Értem mondjuk ez alatt, hogy 3-6K-s monitort és 1-4K-s monitort lehet ehhez a MacBook Pro-hoz csatlakoztatni egy időben. Már csak ebből is látható az, hogy ez egy olyan technológia, ami miatt nem kell aggódni, és az M1 Max-os 16-os MacBook Pro mindent megcsinál, és még a képzeletünket is felönmúlja. Nagyon brutál az akkumulátor ideje, kihasználhatatlan teljesítménye van ezen a szinten, úgyhogy ha ilyesmivel foglalkozol, csak ajánlani tudom. Végig gondolva az életemen, kérdés nem fér hozzá, hogy ez a leggyorsabb, leggyönyörűbb, nagyobb fajta notebook, amit valaha használtam. És hogy egy ilyen fun fact-et hozzáadjak az egészhez, már csak azáltal, hogy ránézek, azért nézek oda, mert itt van, és a tudat által valahogy így megnő a produktivitásom, és egy ilyen GTD, csináljuk, csapassuk módba kerülök, és még szeretnék alkotni. Hogyha azt a pár apróságot módosítja az Apple, helyrehozza. Nem ha, amikor, mert meg fogja csinálni, akkor kimerem jelenteni, hogy a 16-os M1 MacBook Pro a valaha gyártott legjobb notebookká válik a világon. Egyetértesz vele? Mit gondolsz? Kérlek, írd meg a gondolataidat a kommentben, ami ugye a like gomb alatt van, ami, hogyha tetszett a videó eddig, megköszönöm, hogyha megnyomod. És hogyha most találkoztunk először, és úgy érzed, hogy adott valami értéket ez a videó, akkor akár fel is iratkozhatnál, és egy kis csengőt is megnyomhatnád. Mielőtt elköszönök, 2 dolgot szeretnék mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted a videómat, és a második pedig szeretném a figyelmedet arra is felhívni, hogy ha bár tényleg a centrum a notebook, de nagyon sok más dolog kapcsolódik egy kreatív alkotási folyamathoz, a digitális életedhez. Rengeteg idő belemegy, hogy kiválasszuk a megfelelő monitort, perifériákat, hangfalakat, és nem csak idő, pénz is. Ezen az úton én végigmentem, és ezért hoztam létre a Home Office Studio szériámat, ez egy több sorozatból álló, bemutatja az én itthoni alkotó közegemet mindenféle szempontból, mikrofonok, fények, asztal, milyen perifériákat, kiegészítőket használok, úgyhogy ha ez érdekel, vagy ilyenekben gondolkozol,
ide klikkelhetsz erre a videóra. De hogyha érdekelnek mondjuk ilyen krími bírólos megoldások, és hogy hogyan csináltam behind the scenes meg egy végső videót, akkor akár ezt is megnézheted. És nagyon remélem, hogy találkozunk a következőben. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!